Ide kerekasztal megbeszélés előtt mindig szoktunk egy kicsit egyeztetni, milyen kérdések lesznek, és hogy ez fel tudjanak készülni az előadók. Na most ez nem nagyon történt meg, illetve hogy akivel próbáltam egyeztetni, ő pedig hát elmondta, hogy mit kérdezzek. Ezért ez egy kicsit, úgyis már hozzá vagyunk szokva, és viccesen mondtam, hogy amikor politikusokat kérdezik, de ugye nem arra válaszolnak, hanem amire ő akar válaszolni. Ezért egy pici szabad kezet fogok adni a mai beszélgetésben. Inkább csak itt az irányt fogom megadni, de hát kíváncsi vagyok, hogy merre fognak elmenni. És elsőként azt fogom kérni, mindenki, aki először a mikrofonhoz jut, az mutatkozzon be, legyen olyan a kedvesség kicsit, és mondja el, hogy szerintem mi a legfontosabb, amit ma a rezsi konferencián szeretne elmondani. Aztán utána majd egy kicsit megyünk, és amennyiben lehet tényleg kicsit az intézményeknek a helyzetéről beszéljünk. Én úgy gondolom, és ennyit felvezetésként, hogy ennek azért nagyobb az aktualitása, egyszerűen időben ők már megkapták az első rezsiszámlákat. És ott nincsenek olyan támogatott árak, ezért szembesültek vele. Tegnap este olvastam még a Facebookon, hogy egyik nagyon kedvelt, általam is kedvelt szálloda, nagyon nagy szálloda bezárt, illetve egy kis street food hely is, tehát itt már elért valami olyan helyzetet az állapot, hogy nem csak beszélünk róla, hanem már érdezik is a saját bőrükön. És akkor elsőként Szemmel Robertet kérem, hogy kicsit mutatkozom és mondja a véleményét. Köszönöm szépen, Laci. Én Szemmel Robert vagyok, épületgépészmérnök, és ugye az elmúlt fél évben valami elképesztő tanácsadási dolgot kellett ellátnom, és amit szeretnék talán összefoglalni, és ez a rezsikonferenciának, illetve a mi szakmánknak a felelőssége, hogy most nagyon sok csoda és ilyen csodaváró megoldások vannak, és szerintem a mérnöki szakmának az egyik legfontosabb dolga most a reális tájékoztatás. Tehát én azt látom, hogy a nagyvállalati környezetben van, aki foglalkozik vele, és megbíz valakit, de nagyon sokan nem foglalkoznak vele, és különféle olyan adhok megoldásokat terveznek, amik egyébként hosszú távon nem üzemeltethetők. Tehát nyilvánvaló látjuk a mostani gázárakat, látjuk azt, hogy a gáz és az áram ára hogy elvált. Én véleményem szerint azért, ha meghozunk egy döntést, akkor hosszú távra kell, tehát nem egy, hanem inkább 10 éves intervallumba kell gondolkoznunk. Tehát mindenféleképpen is itt el is hangzott, hogy a hibrid megoldások szerintem nagyon versenyképesek tudnak lenni. Beszélgettünk itt, hogy ha már van napelemünk, van nagy nehezen megtermelt energiánk, akkor azt próbáljuk meg jól hasznosítani, tehát valahogy hőszivattyúval. Tehát próbáljuk meg nem egy fűtőcekásszal ezt a drága energiát gyakorlatilag kidobni az ablakon. Szerintem ez egyik legfontosabb. Amit én látok iparvállalatoknál, és nyilván fölkértek egy-kettőnek a szakértésébe, hogy át kell gondolni mondjuk hőközpontok működtetését, és a belső hőmérséklet levitele mellett ezeket a nagy hőközpontokat legszükségesebb esetben kell üzemeltetni, meg kell próbálni levegős hőszivattyúra támaszkodni. Tehát minden épület más, és éppen ezért nagyon fontos most a mérnöki szakma és a mérnöki szakma szerepe. Még mindenkihez lesz azért ilyen konkrét kérdésem is. Egy kicsit mondtam, hogy provokatív leszek, ezt mindenki bocsássa meg nekem, csak azért izgalmasabb legyen a téma. Robi, neked volt egy kijelentésed fél évvel ezelőtt, talán az pont itt volt egy elektromos fűtés konferenciánkon, azt mondtad, hogy szíved szerint, ha rajtad múlna, betiltanád az elektromos fűtést. Aztán manent közben a fél ország itt az elmúlt két hónapban hátarifás elektromos fűtésre akar átállni, meg mindenki ezt keresi, hogy lehet beleférni a limitekbe. Ez változott, illetve változik-e neked a nézőpontod itt a jogszabály és a piaci környezet változásokkal párhuzamosan? Természetesen változik. Tehát az elektromos fűtésnek szerepe van, és szerepe is volt. Én olyan hát a fogyasztókat lehúzó dolgokra gondolok, amiket kapunk, hogy kavitációs kazán, akkor ionizációs kazán, tehát különféle ilyen szakértői névvel illetett berendezések, amiknek a mérési eredményei nem megfelelőek egyébként. Én egyébként úgy sejtem, hogy ebben a helyzetben ilyen szerencse lovagok, bűnözők, hozzá nem értők is megjelenhetnek vajon a piacon, és megpróbálnak eladni csoda eszközöket, amivel elhitetik majd a kis nyugdíjassal akár,
hogy ezzel majd elektromos áramot tud megtakarítani? Van ilyen tapasztalat az újságnál? Én szerintem az, hogy bűnözők, ez egy kicsit erős fogalom, tehát ezt szeretném mindenféleképpen visszautasítani. Igen, van egyfajta csodavárás, tehát minden válságnál, minden ilyen, akár járványnál vannak különféle csodaszerek, hát a szakmánkban is vannak ilyen csodaszerek, amiket egyébként fenntartással kell kezelni, ezért fontos a hiteles mérés. Tehát ugye mérnökben benne vagy, hogy mérjünk, tehát mérnök, és szerintem ez a legfontosabb, hogy nézzük meg azokat az adatokat, nézzük meg, hogy tényleg ezek a berendezések tudják-e azt, amit állítanak róla. Jó, ha már ennyiszer gyakorlatilag felkonferáltad a mérnököket, akkor Wagner Ernőhöz engedj meg, hogy tegyek egy gondolatot. Megnő-e a befolyása, a presztízse ma a mérnök társadalomnak ebben a helyzetben? Mennyire jellemző, hogy most szükség van mérnökökre, vagy inkább a kétkezi szerelők, kivitelezőkre van szükség, és nem annyira a tervezésre? Hogyan látja ezt a kamara elnöke? Miután bemutatkoztam, jó? Röviden, bocsánat, természetesen röviden. Kérem, és mindenki az első mikrofonhoz jutásnál. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, Wagner Ernő vagyok. Kilógok a sorból, mert én építőmérnök vagyok. Azonban van egy épületfizikai szakértő jogosultságom, és tanúsítással is foglalkozom, és hát gépészmérnök a szakértőjelöltem. De hogy mennyire elkötelezett épületgépész vagyok, az is jelzi, hogy ezt a gépészmérnök szakértőjelöltet arra kértem, hogy harmadik diplomája MSC épületgépész mérnök ki legyen, és most folyamatban van ezen irányú tanulmánya. És hát elég sokat foglalkozunk a civil életben energetikai tanácsadással, nem csak azért, mert a Magyar Mérnöki Kamarának az egyik fő tevékenysége az energetikai tanácsadása lakosságnak és a kis- és középvállalkozásoknak, hanem azért, mert én eredendően foglalkoztam ilyennel, és hát éppen ma kaptam egy rossz hírt ezzel kapcsolatban, mert hát szerintem rossz hírt, mert egy véleményformáló celeb kért tőlünk álláspontot, illetve véleményt arra vonatkozóan, hogy hogyan újítsa meg a fűtési rendszerét, és mi természetesen azt mondtuk, hogy telepítsen további napelemeket és hőszivattyút. Hát ma mondta, hogy fűtőpatron lesz, úgyhogy ez mi sem aktuálisabb annál, amit te mondtál. A magunk részéről szintén úgy látjuk, hogy pazarlás és rendkívül nagy pazarlás megy ezen a téren, és ezek a reklámok több kárt okoznak, mint hasznot. Tehát a Magyar Mérnöki Kamara mindent meg fog tenni annak érdekében, hogyha valaki megtermeli az energiát, akkor azt a lehető legészszerűbben hasznosítsa. És hát hiszem azt, hogy ez valamilyen szinten felértékeli a mérnökök szerepét, de hát az imént mondott példa az pont ennek ellen mond, de igyekszünk tenni annak érdekében, hogy minél jobban érvényesüljön az az észszerű elv, amit itt Laci elmondott az imént. Konkrét kérdésem, hogy ha valaki most a kamarától vagy mérnök támogatást szeretne kapni a kamarához, fordulhat? Azt mondod, hogy megkeresett egy celeb, most én fölhívhatom a kamarát, hogy mit javasoltok, hogy az én házamban mit kéne csinálni? Hát működő energetikai tanácsadási rendszerünk van, és a honlapon az mmk.hu-n van egy link, amely elvezet oda, ahol ezek a tanácsadások folynak. És hát ha jól emlékszem, mindez ideig mintegy 600 tanácsot adtunk, és hát közel 150 kis- és középvállalkozásnak. Azt még nem tudjuk, hogy ez mekkora megtakarítással jár, de rajta vagyunk az ügyön, és ki fogjuk deríteni, hogy mennyire volt ez eredményes. Köszönöm. Ezzel föl is vezetted egy kicsit, és áttérnék egy kicsit ilyen céges vonalra. Mondtad, hogy kis- és középvállalkozásoknak adtok tanácsot, és a megtakarítást látod-e. A mai nap fő támogatója, a szponzora az Opten, és Alföldi Csabát kérem, hogy egy kicsit mutatkozzon be, és mondja is el, hogy a maga az Opten az hogyan is tud segíteni ebben a helyzetben, és mit keres egy céginformációs cég egy rezsikonferencián. Köszönöm szépen. Alföldi Csaba vagyok, az Opten Kft. Céginformációs szakértője. Mindenek előtt én is szeretném köszönteni a konferencia résztvevőit.
Hát ha Wagner úr úgy érezte, hogy kilóg a sorból, akkor lehet, hogy nekem fő kéne állni, és tovább kéne állni, hiszen én közgazdász vagyok, hiszen mi cégadatokat dolgozunk fel, tehát ilyen szempontból egy hatalmas kérdés tud az lenni, hogy akkor mit is keresünk itt. Hát az egyik személyes motiváció lehet az, hogy az első házasságomban volt apósom vízgázszerelő volt, tehát ez már egy kapcsolódási pontot ad, és a második házasságomban a sógoromnak van ilyen cége, de ez is furcsba ment már, mint a házasság, tehát kíváncsi vagyok, hogy a harmadik milyen kapcsolódási pontot fog hozni a rezsicsökkentéshez és a gépészethez. De a viccet félretévet, mit is keresünk itt? Mi vállalati oldalról, illetőleg vállalati szereplők, önkormányzatok oldaláról tudunk rátekinteni a gazdaságra. Az egyik nagyon fontos dolog, amit úgy gondolom, hogy nem szabad eldobni a rendszerből, az az, hogy változatlanul a piac működik, és a kereslet kínálat számít. És változatlanul számít az, hogy ki az, aki tud érvényesíteni árbalt, bármiféle növekedés, ki az, aki nem. Ez egy nagyon jó felvetés volt, amit az előbb hallottunk, hogy ha megnézzük az energia felhasználókat, akkor a legnagyobb energiafelhasználók között nem a vendéglátóhelyeket és nem a szálláshely szolgáltatókat fogjuk látni, és mégis ők mennek első körbe, ugye leginkább úgy néz ki, hogy csődbe, leginkább akik bezárnak, ezzel van tele a sajtó. Ennek az egyik legfőbb oka az, hogy ők az áraikban nem tudják úgy érvényesíteni ezt az emelkedést, nagy valószínűséggel ezt jelzi ezt vissza számunkra, mint ahogy adott esetben mondjuk egy pék, hiszen kenyeret azt akarunk venni. Itt ugye hivatkozhatnánk a Maslow piramisra is, ugye, amelyik azt jelenti, hogy a alján az jelenik meg, ami létszükséglet. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a területek, akik a létszükségleten belül dolgoznak, azoknak a megélhetését valamilyen szinten nagyon mértékben biztosított, mint azoknak, akik egy föntebbi lépcsőnél foglalnak helyet, hiszen könnyebben lemondunk egy vendéglátóhelyről, könnyebben lemondunk a korsó sörről, és akkor inkább a kertbe isszuk meg, ezt már bebizonyította a 2008-as válság is, hogy elment ebbe az irányba, mint lemondjunk arról, hogy kenyeret együnk. Tehát ezek a gazdasági törvényszerűségek változatlanul működnek, csak ezeknek az egyes hatásaira mindenféleképpen érdemes odafigyelni. Talán gazdasági oldalra az egyik meglepő dolog, és mégis könnyű következtetést levonni. Az energiafelhasználásnak a 35%-át, a vállalati körbe az 50%-át, az a mezőgazdaság, a vegyipar, illetve a közúti szállítás viszi el. És hogyha megnézzük, ugye egy-két mentővis, illetőleg ahol a legnagyobb hangokat halljuk, az pont a vegyipar, az pont a mezőgazdaság, és az pont a közúti szállítás. Talán ezért is vagyok itt, hogy ezekre az energia vonatkozásokra is felhívjam a figyelmet. Köszönöm szépen. Átadnám most a szót a tulajdon Rácz József ügyvezető úrnak, a Veszprémi képviseletem egy bemutatkozás erejéig, illetve rögtön egy kérdést is oda szegezek. Ez most egy aranykorszak az épületgépészgyártónak, hiszen mindenki fűtésrekonstrukcióba kezdett, és dübörögnek, és soha nem látott mennyiségű megkeresése van a Weishaupt-nak. Tehát a Weishaupt-nak ez a rossz helyzetben is egy öröm, és egy hős lovakként menti meg most a világot? Kezdjük csokolom, jó napot kívánok, Rácz József vagyok, és a 73 év óta itt lévő Weishaupt-nak a magyarországi leányvállalatánál dolgozom. Itt a probléma igazából az, hogyha valaki reggel nem találta meg a liftet, ahol fel kell hozni a cuccot, akkor hogy tud gázos kérdésekben véleményt alkotni, úgyhogy megpróbálok majd valami okosat kitalálni. Talán válasszuk ketté a lakosságot és az ipart, vagy a kisebb és a nagyobb hőtermelő rendszereket. A nagyobb hőtermelő rendszereknél legyen az gáz vagy olaj, valóban egy nagyon kellemes gazdasági évünk van.
Az a rendszer oknál fogva, hogy a termelő üzemek műszaki kollégáit nagyon könnyű meggyőzni a lehetséges megtakarításokról. Nagyon sok esetben elhangzik, hogy 1-2-3%, erre nagyon sokan hibásan legyintenek, hiszen, mint az árlaszállításnál is, ugye nagyon csalóka a dolog, minek a 1-2-3%-áról van szó. Sok milliós gázszámlák esetén nyilván a beruházás megtérülése is lecsökken 1-2 évre. Ami a lakosságot illeti, nagyon rossz tapasztalataink vannak. Ugye mindenki ismeri, hogy egyrészt van egy piaci lehetőség, ki tud szállítani, mikorra tud szállítani, komplett rendszert szállít-e, vagy csak egy készüléket, amiből hiányzik egy szivattyú például, ami majd egyszer megjön. Illetve nagyon sok esetben a döntést nem műszaki alapok, műszaki gondolatok segítik, hanem egyszerűen a vonal alatti szám. Ezért mi próbáljuk azt mondogatni, hogy nem vagyunk olyan gazdagok, hogy olcsót vegyünk, aztán próbálunk olyanokat mondogatni, hogy csak rendszerben szabad gondolkodni, és akkor, amikor ezen kívüli 32 okosat elmondjuk, akkor jön a beruházó, és elkezdi azzal, hogy ja, mérnöki költséget húzzuk ki, mert neki komfortra van szüksége, és nem mérnökre. Ja, kéményseprő dolgokat húzzuk ki, mert neki komfortra van szüksége, nem kéményseprőre. Tehát van egy általános a gagyi felé, az olcsó felé elhajló tendencia, ami ráadásul ebben a 6+3-as támogatásban fel is erősödött, hiszen mindegy, hogy mit veszünk, csak jöjjön vissza 3 millió. Ezért mi sokféle szervezet tagjaként azon, hogy próbálunk ügyködni, hogy igenis vonják be a mérnököket, igenis vonják be a jogosult szakiparosokat, és ne a szomszéd Pista bácsival végezzék el a munkát. Összegezve, gazdaságilag nem rossz év, de lelkileg nagyon rossz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gubi Dánielt kérem, hogy egy kicsit mutatkozzon be, illetve a területet, és amiért őt szerettem volna, hogyha a kerekasztal beszélgetésen is szóba kerül a szabályzás és a vezérlés, és egy konkrét téma, ami engem több részben is érint, ez pedig a közintézményekben kiadott először 18 fokos fűtési limit, főleg az iskoláknál. Egyrészt két iskolás gyermekem is van, meg egy pedagógus feleségem, ezért így a családunkat kifejezetten érintett, hogy hány fokban lesznek majd a gyerekek, meg hány fokban fognak dolgozni. Aztán tegnap olvastam a hírt, mert ezzel akartam kezdeni, hogy hát hogyan lehet esetleg vezérléssel, szabályzással az iskolának tudunk-e segíteni, hogy lehet esetleg kicsit napközben magasabb a hő, átlag hőmérsékletként ki lehet-e hozni a 18 fokot. Aztán tegnap olvastam, hogy valamit félreérthettem korábban, hogy nem a felső határa a 18, hanem az alsó. Tehát, hogy 18-20 foknál nem lehet azonosan. Tehát a szám stimmel, csak a alatta vagy felé lőtt, de kicsit így megzavarodtam ebben a kormány kommunikációban. És a kérdésem mégis arra utal, mert nem ezt szerettem volna kérdezni, mi erről a véleményed, bár örömmel fogadom, de hogy lehet-e vezérléssel, szabályzással gyorsan, hatékonyan segíteni ezeken a helyzeteken? Üdvözlök mindenkit, Gubi Dániel vagyok, a Tech Controllers Magyarországi Kereskedelmi Vezetője. Jelenleg 2 év, ez a második év, hogy vezetem a márkát Magyarországon. Építjük a csapatunkat. Előtte 15 évig kereskedelemben dolgoztam, és számos helyen találkoztam hasonló problémákkal a múltban is, és a jelenben is. Jelenlegi projektjénkben azt látjuk, amit elmondtál, hogy az intézmények foggal, körömmel próbálkoznak megoldásokat találni arra, hogy hogyan lehet az adott épületnek az energiafelhasználását jelentősen csökkenteni. Nyilván ennek vannak úgymond korábbi és megvalósításra váró feltételei is, tehát gondolok itt arra akár egy energetikai felújítás egy kondenzációs kazánnal, vagy az épületnek a szigetelése. És a munkáink során mi viszonylag elég korán elkezdtünk ezzel a problémával foglalkozni, konkrétan augusztus elejétől mi már bombázzuk az intézményeket, önkormányzatokat a hírleveleinkkel, és eszméletlen mértékű megkeresésünk van, tehát csak
A szeptemberi hónapban több mint 30 iskolát mértünk és óvodát mértünk föl jelenleg. És hogy miért is kerestek meg minket, ugyanis a TEK, mint gyártó, lengyel gyártó, nagyon sok tanulmányt és tesztet végez a saját országában, és ennek az egyik ilyen tesztnek a végeredmény pont az intézményi vezérléseknek a fontosságára mutatott rá, ahol két óvodának a vezérlését oldottuk meg, nyilván ezek sokkal később egy egyszerű radiátoros rendszer kondenzációs kazánnal ellátva, viszont a fő különbség a kettő között a szigeteltségi készültsége volt az épületnek, tehát az egyik csak sima műanyag nyílászáróval volt szigetelve, tehát a nyílászáró volt kicserélve, szigetelés nélkül, a másik egy kedvezőbb helyzetben levő óvoda, ott rendes három réteg üvegezési nyílászáró, és rendesen be volt csomagolva. Minden más gépészeti eleme tulajdonképpen egyforma volt magának az épületnek. És nagyon érdekes volt, ugye a szigeteletlen épületnél még olyan probléma is felmerült, hogy az utolsó radiátorok a gerincen már ugye hidegek voltak, ezért elektromos fűtéssel próbálták ezt kompenzálni. Ugye főleg gyerekekről beszélgetünk, tehát ott nem lehet hideg, nem tartottunk 18 fokot kisebb gyerkőcöknél. És a tanulmány vége azt hozta ki, hogy a vezérlés alapvetően rengeteget hozzátett, tehát a szigetelt épületben majdnem, hogy 70%-ot el tudtunk érni már az első évben, tulajdonképpen a beruházási költség, ha lett volna nekik, nyilván ezt mi szponzoráltuk, akkor az első évben megtérült volna. A második óvoda esetében viszont ott érdekes volt a szám, csak 18%. Viszont az elektromos fűtést el tudták hagyni, ki tudtuk egyensúlyozni a rendszernek a működését, és kértük őket, hogy a következőkben, amit megtakarítanak, azt használják majd arra föl a jövőben, hogy szigeteljék le az épületet. Ezt azóta meg is tették, tehát ez egy 2018-19-es évben megtörtént tanulmányunk volt. De itt időközben ugye már nagyobb iskolák, óvodák is jelentkeztek nálunk. Jelenleg egy 110 termes, közel 500 radiátoros rendszernek a kiépítése zajlik, ahol ablaknyitás érzékelőkkel is segítjük az iskolának a működését, illetve meg is tanítjuk őket. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ugye itt a mérnöki oldalról is, és beszállító oldalról is, gyártó oldalról is, hogy tanítsuk meg a partnereinket, akár legyenek azok végfelhasználók, üzemeltetők, beruházók, hogy hogyan kell takarékosan üzemeltetni magát az épületet. Mi ezt úgy értük el, hogy alapvetően két ablaknyitás érzéket raktunk termenként, ami azt jelenti, hogy megmondtuk nekik, hogy az első és az utolsó ablakot nyissuk csak ki, és a szellőztetés idejét is korlátozzuk, és ezt egy külön A4-es papírra nyomtatott, laminált lapra megkapták a diákok, tehát mi már elkezdtük úgymond a feltörekvő generációt is kicsit tanítani arra, hogy takarítsanak meg, kicsit ökotudatosabban gondolkozzanak akár egy fűtésben is. És ami vicces volt, hogy a nyár volt még, amikor felmértük ezeket az intézményeket, hogy már ugye a gazdasági épületben voltak hölgyek, és mondta a hölgy, hogy olyan melege van, két klíma ment csövön, tehát teljes maximális fordulaton, és közben le voltak buktatva az ablakok. Tehát ez hülyen mutatja azt, hogy hol tart ma Magyarország igazság szerint a gondolkodásban, és azt gondolom, hogy ez talán a legfontosabb, és mi próbáljuk nem csak a termékekkel segíteni, hanem maga a gondolkodás átállítással, tanítással is az iskolákat, intézményeket, és akár a végfelhasználókat is megtanítani ezekre a takarékossági pontokra. Mikor említetted, hogy az ablakot kinyitják, akkor itt a Héliosos kollégáknál láttam, hogy az egyik kollégai leszédült ott a székről, és alig várja már, hogy elmondhassa, hogy miért érdemes egy közintézményben a központi szellőzést is majd beépíteni. A kerekasztalnak a második részében majd önöket is szeretném be a virtuális kerekasztalba bevonni, tehát nyugodtan már most gyűjtsék össze a kérdéseket, amiket esetleg föltennének. Szemán Robertet szeretném kérdezni, hogy mi a véleményed, mik azok az épületgépészeti fejlesztési területek, egy konkrét ingatlan esetén, ahol szerinted gyorsan és hatékonyan lehet energiatakarítást megérni, a fűtési rendszerek mely elemeihez érdemes hozzányúlni, tárlóhoz, szivattyúhoz, hőtermelőhöz, csővezetékhez, mit verjünk szét először egy ingatlanba?
Ugye alapvető, hogy minden épület más és más, mint minden ember más és más, tehát meg kell vizsgálni külön-külön, nincs optimálisan alkalmas. Külön választanám én is a lakossági szegmenset. A lakossági szegmensnél egy kicsit egyszerűbb helyzetünk van. Ott a szabályzás, amit a Dani mondott, mindenféleképpen gyors végre lehet hajtani, annyira nem nagy anyagi beruházást igényel. Akkor a másik az, ami mostanában ugye jellemző, a klímakereskedőket megkérdezzük, hogy mennyi klímát adnak el, többet, mint egyébként június-júliusban. Tehát a fűtésre optimalizált levegős hőszivattyúk, split klímákat gyakorlatilag tömegével helyezik el. Ez azért lehet most egy jó megoldás, hiszen hogyha helyreállnak az árak, vagy az energia normalizálódik, akkor sem egy kidobott beruházásról van szó, hiszen ezeket fűtésre is lehet használni. Tehát ez talán egy lényeges. Ugye nagyon sokan megkeresnek engem hőszivattyú beépítéssel, például radiátoros fűtés esetén. Fél évvel ezelőtt, hogyha valaki, egy mérnök egy államvizsgára bemegy ezzel, akkor kidobják. Most jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy igen, tehát Ha jelenlegi energiárakat nézzük, akkor néha a fűtés hőszivattyúval, radiátor esetén is gazdaságosabban működik, mint gázzal. Emellett én viszont, és hozzám nagyon sok ilyen olvasói kép jön, meg hogy mit csináljak, és elképesztően elavult gázkazánok vannak. Tehát olyan mértékű, és mint egy ugrás lenne, hogy van egy nagyon rossz rendszer, ahol mondjuk egy kondenzációs kazán 30-40-50%-os megtakarítást tudna hozni, egyébként a szigetelés is, meg az összes többi, de már hőszivattyú a következő ugrás. Tehát mint az evolúcióba föllépünk, és gyakorlatilag már nem tollal, hanem nem tudom mivel írunk, vagy gondolatolvasás van. Tehát egy kicsit azt érzem, hogy a technológia is fejlődik, és ennek az összes hátulütője is itt van. Az ipari résznél, és nagyon örülök, hogy József itt van, mert itt a kerekasztal beszélgetés az is, hogy kicseréljük egymás tapasztalatait. Én azt látom, hogy az ipari alkalmazásoknál nagyon sokan égőcserébe gondolkoznak. Tehát gázolajos égőcserébe konkrétan. És ez talán az itt lévő hallgatóknak, én nyilván nem tudom, mi az összetétel, rengeteg, ahol technológiai felhasználás van, ott ezeket az égőket rohamosan kérik be. Erre kíváncsi vagyok, hogy ezt egyébként nálatok látjátok-e. Nyilván a gázolaj viszonylag könnyen, de ugyanakkor a pellet is. A szaklapunk most csinál majd egy összehasonlítás, hogy mennyire megváltoztak azok a primér energiahordozók és ennek az alkalmazhatósága. Pont egy ipari vállalat mondta nekem, hogy gáz nagy nehezen bevezetett, mert neki PB gáza volt. Megszüntette a PB gázt, és most fele annyi lenne a PB gázzal lévő ellátása. Tehát elképesztő dolgok, és ezért is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ne annyira dobjuk ki a rendszereinket, hanem inkább mellette hibrid rendszereket alkalmazzunk. Én kíváncsi vagyok erre, mert ez nagyon érdekel ez a... Köszönöm a lehetőséget. Amit mi az elmúlt két évben tapasztalunk, az az, hogy megkövetelik tőlünk a megtakarítás számítást, ami azt jelenti, hogy meglévő berendezés új égővel való leváltása esetén mekkora a megtérülési idő. Nyilván ez a jelenlegi gázárakkal tényleg egy és két év tájékán van. A másik, amit Robert említett, valóban így van. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy földgáz, PB-gáz tüzelőberendezést kérnek, akár 32 megawatt egység teljesítményig. Egyszerűen a üzembiztonság, illetve a költségek miatt. A fő gond, hogy lehet ezt elmondani, hogy nehogy a korral kapcsolatban bárkit is megsértsek. Amikor én még szép és fiatal voltam, akkor volt a piros könyv, tehát a GOMBS. Az azt jelentette, hogy rengeteg szakember, mérnök szakember volt olajrendszerre, olajcsővezetékre és a többi. Az elmúlt években Magyarországon ugye a területi gázellátás miatt alig volt, van olajrendszer, most pedig nagyon gyorsan kellene T5/20-ra olajrendszer. Újra elő fognak jönni mérnöki kérdések. Magyarul, visszatérve az alapkérdésre, egyértelműen látszik egy elmozdulás, egy gazdasági számítással alapozott energiakezelési, energiairányítási szél.
a gond ott van, és ez nyilván az én rossz májúságom, a vonal alatti szám. Tehát el kellene már azon gondolkodni, hogy egy energetikai beruházás az egy hosszú távú döntés. Azt meg kell alapozni, azt át kell gondolni, és nem úgy csináljuk, hogy a szálloda 10. emeletén végighúzunk 2 darab slagot, ami majd megy az olaj, hogyha nem lesz gáz, hanem rendesen megcsinálni. Köszönöm. Szeretnék még valamit hozzátenni. Most én úgy érzem a nagyvállalatoknál, most kifejezetten a nagyvállalatokat mondom, Magyarország egyik vezető papírgyárának vagy beszélgettem az energetikusával, 40 millióról a havi energiaszámla 400 millióról nőtt. Tehát kicsit úgy érzem magam, mintha frontsebész lenne az energetikus. Tehát egyik a hosszú távú gondolkodás, és ez valóban, de a másik a mának, a októberi, novemberi számlának a kifizetése, ami horribilis. És talán egyet kifelejtettem, és ezért is kértem vissza a mikrofont, a szabályzás mellett a szivattyú cserék. Tehát nagyon sok elavult szivattyú van, és szerintem a szivattyúcsere most éppen a mostani energiárakkal nincs nálam egy összehasonlítás, de mondjuk a 2 évvel ezelőtti energiárakkal is ez 1,5-2 éves megtérüléseket hozott. Tehát ez azt jelenti, hogy 1/2 év alatti megtérülések vannak egy szivattyúnál. És nyilván itt azért a méretek, ahol sok van, uszoda, ipari létesítmény, irodaház, tehát ott mindenféleképpen egy 10 éves vagy 15 éves szivattyút azonnal cserélnék. Wagner Ernő úr, kért szó. Hát ha komplex módon gondolkodunk, akkor már nem ördögtől való a radiátoros fűtés esetén a hőszivattyú, mert gondoljunk bele, a korszerűbb, jobban szigetelt házaknál általában most már felületfűtés van, tehát ott ez nem jelent kérdést, hiszen alacsony hőfokú fűtőközekkel. A régi házak esetében van többnyire radiátor, na most, hogyha ott hőszigetelnek, akkor már is megoldódik ez a probléma, mert ugyanaz a radiátor felület már alacsonyabb hőfokon képes lehet leadni azt a hőmennyiséget, amit szükséges. A mi általános számításaink szerint egyébként egy régi épületnél a legfontosabb beavatkozás, a leghatékonyabb, a legköltséghatékonyabb, mert aki 1-2 év alatt is meg tud térülni, az a padlásszigetelés. Egy régi épületnél, egy kádárkockánál a padlásszigetelés akár 30% megtakarítást is eredményezhet. Aztán egy kádárkockánál a legkevésbé foglalkoznak általában a lábazati hőszigeteléssel, ami szintén viszonylag olcsó és elég hatékony. Mindenki a nyílászáróra koncentrál, ami általában csak 10% alatti megtakarítást eredményez, viszont fajlagosan nagyon drága. És ebből fakadóan, tehát oda kell figyelni arra, hogy mivel kezdi a lakástulajdonos a felújítást, mert szerintem a legkevesebben gondolnak arra, hogy hogy a padlás milyen hatékony tud lenni. Egyébként valószínűleg a mérnöki kamarának lottóznia kellene, mert pont egy évvel ezelőtt határoztuk el azt, hogy van egy úgynevezett feladat alapú támogatási rendszerünk, és célfeladatokat is ezek után meg szeretnénk szabni, és a célfeladat, az első célfeladatok egyike nem más volt, mint a lakossági energiatárolás. Tehát mintha sejtettük volna azt, hogy az elektromos hálózat rövidesen, erőteljesen túl lesz terhelve, és most kerül ki ez a dolgozatunk, hogy miként lehet ott tartani azt az áramot, mert hát ha most mindenki átáll elektromos fűtésre és mondjuk patronra, akkor hát az a hálózat lehet, hogy gondba fog. Tehát lehet, hogy az ellátási gondok felmerülhetnek ennek kapcsán, és hogyha valaki éppen betárolja azt az energiát, akkor talán nem hűl ki a háza. Köszönöm. Nekem itt egy kicsit még a kamera felé lenne egy kérdésem. Láttok-e abban változást, vagy van-e együttműködés a különböző területek mérnök emberei között? Mert én úgy látom, hogy mintha kezdenek összemosolni itt a témák. Tehát ma már egy gázkészüléket nem is lehet beszerelni villanyszerelő nélkül, sőt, egy gázkészülék gyártó már elektromos hőszivattyúkat gyárt, és most már a tervezőnek ehhez is meg ahhoz is kell érteni, illetve már olyat is hallottam, hogy piacvezető napelem
gyártó, forgalmazó cég épületgépészeti üzletágat akar nyitni, hogy egyszerre tudják kiszolgálni ehhez a elektrifikációhoz azt, hogy napelem és hőszivattyú kamarában, és így majd össze fog olvadni az összes tagozat? Én abban nem vagyok biztos, hogy össze fog olvadni a két tagozat, de az együttműködés így is szerintem példás. Hát az lesz majd nehéz egyébként, hogy elhitessük a társadalommal azt, hogy az építészeti lehetőségek kimerültek. Hogy az épületgépészek és a villamosmérnököké ezen a területen a jövő, mert ugye nem lehet másfél méter vastag falakat építeni. Tehát ebben én sokkal több problémát látok. Köszönöm. Pont szeretnék, mert ugye nekünk az is célunk lenne, hogy konkrét megoldásokat adjunk. Van egy nagyon érdekes kutatási program. Elkezdtünk a Műegyetemmel együtt gondolkozni még a rezsiválság előtt, hogy az épületekben lévő energiatárolási lehetőség. Hiszen itt elhangzott az, hogy ugye hogy túlterheljük a hálózatot. De ugye nyilván az a probléma, hogy este meg nincs fogyasztás, és most egy olyan kutatást csinál a Műszaki Egyetem velünk, hogy egy mintaépületen megnézzük, nyilván ez egy korszerű épület, tehát van benne falfűtés, épületszerkezet, temperálás, és hogy használjuk végül is energiatárolásra az épületet. És ez egy nagyon érdekes téma. Most nyilván nézzük meg nem egy épületnél, hanem mondjuk 100, 200, 300 vagy akár 5000 irodaháznál, ahol vezérelten betároljuk a hűtési vagy fűtési energiát az aktuális időszakban, konkrétan olcsóbb energiával. Csak egy mondat erejéig. Tehát mi 5-6 évvel ezelőtt próbáltuk ki azt, hogy régi épületet nem szigetelünk, tehát mármint a padlóját nem szigeteljük telibe, hanem a lábázatot leszigeteljük, és a másfél méteres körítősávot. Rendkívül jó tapasztalataink voltak. Tehát nyáron azt az épületet nyáron például nem kellett légkondicionálni. Hát nem azt mondom, hogy 24 fok volt, de elviselhető 26-27 fokot tartott az épület, és ugyanígy viselkedik télen is, és nem fogyaszt, tehát teljesen normális a gázfogyasztás. Na most ezt rendkívül nehéz elfogadtatni, hogy nem szigetelünk padlót telibe. Hát ott van egy jelentős hőtároló tömeg egyébként. A Alföldi Csabához szeretnék egy kérdést feltenni, hogy én úgy látom, hogy azért ez egy elég nagy üzleti kockázattal lát, és hogy itt a híradásokból értesülünk, hogy cégek vállalatok zárnak be. Van erre bármilyen kockázatelemzés? Lehet ezt előre látni? Tudjuk, hogy mely cégek érintettebb, kockázatosabbak ebben? Tudok-e valami tájékoztatást szerezni, hogy nem tudom, egy új szerződés kötök valakivel, hogy vajon az jövő héten is működni fogja az a cég? Van ilyen jellegű kockázatelemzés a piacon? Nincs, nem is lehet. Tehát olyat lehet, hogy azt meg tudom mondani, és bárki meg tudja mondani, hogy amennyiben felszámolás alatt van, lehetőség szerint ne kössél szerződést vele, mert ott nem biztos, hogy jó kimenetel lesz. Azt meg lehet mondani itt, hogy milyen valószínűséget lehet mellé tenni. Tehát hagyd mondjak erre egy példát, pont tegnap kellett laborba mennem, és ugye mit csinál az orvos is? A labor eredményt megnézi, és nem ugrik neki az embernek és vágja fel, hanem megnézi, hogy oké, akkor ebből mit lehet becsülni, mit lehet nézni. Tehát nekünk is az a lehetőségünk van, és tulajdonképpen minden elemzőnek az a lehetősége van, hogy az elérhető adatokból, az elérhető információkból próbál becsülni, illetőleg próbálja megmondani itt, hogy az egyes területek mennyire kiszolgáltatottak, mennyire kockázatosak. Ezek nálunk jellemzően a pénzügyi adatokból, illetve olyan napi adatokból, ami a cégbírósági eljárásokhoz kapcsolódik, vagy akár NAV eljárásokhoz kapcsolódik, vagy létszámhoz kapcsolódik. Ezeknek megvan a lehetősége, hogy naponta rátekintsünk, és ez alapján módosítsuk egy-egy adott cégnél, hogy mi mit látunk benne. De 100%-ban megmondani csak abban az esetben lehet, hogyha már 100%-ban szinte bekövetkezett az esemény. Ezt kiegészítve, mi mellette már tavaly előtt a COVID megjelenésével bevezettünk egy válságállósági indexet, aminek pont az a szerepe, hogyha egy cég adott esetben kapna egy nagy pofont,
Tehát mit tudom én, jelentős mértékben csökken a árbevétele, vagy a költségei megnőnek, akkor milyen tartalékokkal rendelkezik, mennyire van lehetősége arra, hogy túlélje ezt a pofont. Ezt modellezi lehet az előző évek pénzügyi adataiból, ez a modell, és hogyha egy cég kitett ennek, akkor azt mutatni fogja, hogy ő mennyire bírja ki, és mennyire nem. Tehát becsülni lehet, az elemzők is becsülnek, hál' Istennek vannak naprakész információk is, illetőleg vannak ugye több évi pénzügyi információk, és mindez országos szinten áll jelen ahhoz, hogy valamilyen mértékben igen tudjunk erre visszajelzést adni. Én a 100%-ot mindig kerülném, amikor a jövőről van szó, mert azt jóslásnak hívják. Köszönöm. Még nekem egy utolsó gépészeti kérdésem lenne Rácz úrhoz és a Dánielhez, és utána hagyom önöket is kérdezni. Tudom, hogy a Velszabnál sok minden van. Mire van most igény? Kondenzációs készüléket, vagy hőszivattyút keresnek, ne adj Isten napkollektort, talán az egyetlen cég, ahol még a mai napig látok mi a napkollektoros hirdetéseket. Köszönöm. Válasszuk úgymond három felé. Bocsánat, kérek. Az egyik az, hogy nagy melegvízfogyasztású rendszereknél egyre több a napkollektor igény. Nem olyan régen csináltunk a Visegrádi Silvánus Hotelben egy 92 táblás melegvíztermelő rendszert. Ők eleve jobban indultak, mint mások, hiszen ők pellettel tüzeltek, de ennek ellenére a melegvízfogyasztása pellet oldalról drasztikus energiaköltségcsökkentést hozott. Magánházakban nem látjuk ennek a lehetőségét. Azért egyszer oknál fogva, hogy hiába mondja a Vejszabt, hogy energiatárolónk van, illetve napkollektor energiatárolóval fűtésre, segítésre alkalmas, és ezáltal a éves melegvíz készítésre fordított gázszámla minimum 60%-át, vagy a fűtésre fordított gázszámla minimum 15-25%-át meg lehet takarítani. Az emberek nem így gondolkodnak, vagy azért, mert a hely, vagy azért, mert épületgépész kell, nem tudom, majd kiderül. Ami a másik oldalt illeti, nálunk a probléma, hiszen mi vagyunk a legdrágább készülék forgalmazói, hogy van-e olyan finanszírozási mód, amivel a tényleg jó megoldást, tehát a hibrid megoldást valahogy el lehet adni. Mi abban reménykedünk, és ez picit kilóg a konferencia köréből, hogy a oly sokszor már megvitatott, vagy szükségesnek tartott, vagy energetikai fölmérések által bizonyított finanszírozás, és az azáltal termelt lehetővé tevő munka, áfa és a többi előbb-utóbb bejön, és akkor a hibrid megoldásoknak az, amit nálunk keresnek, egyre több alkalmazási lehetősége lesz. Gubinán ilyen az a kérdésem, mi történik, hogyha hibrid rendszerek jelennek meg az épületekben, elkezdenek, nem tudom, klímával is fűteni, meg pellett is van, vegyes tüzelési kazán, központi szellőzés, lehet ezeket valahogy közös kommunikációs platformra hozni, vagy egyesülőkkel kapcsolatban mindent? Én nagyon örülök, hogy ez a téma feljött. A hétvégén részt vettünk egy háromnapos kiállításon a Vasúttörténeti Múzeumban, és több mint 200 egy része szakmabeli, másik végfelhasználó volt, és nagyon érdekes, hogy a napkollektorok előtérbe kerültek, rengetegen kerestek meg minket, hogy hát napkollektort is raknának a rendszerbe, illetve a hibrid rendszerekben tovább haladva nagyon sokan a kondenzációs kazányuk mellé most vagy hőszivattyút, vagy pellet kazánt szerettek volna beépíteni, és ennek a vezérlésre, ennek az irányítására kapcsolatban voltak kérdéseik, és alapvetően mi részünkről, gyártói részről, nekünk erre vannak kész megoldásaink, kész eszközeink, nyilván lakossági felhasználásra elsősorban, de alapvetően ezeket a rendszereket, mint ahogy kérdezted is, akár légtechnikai oldalról is tudjuk szabályozni, illetve bevonni egy teljes rendszert, alkotni belőle. Meg kell vizsgálnunk azokat az elemeket, amiket szeretnénk vezérelni, és azáltal mi el tudjuk dönteni, hogy azt az
az alaplakossági rendszereinkkel meg tudjuk oldani, vagy mondjuk az épület automatikai rendszerünkbe tudjuk integrálni, és azt egy egészként kezelni. Tehát ezekre vannak megoldások, nagyon jó megoldások is vannak, főleg azért is, mert teszem azt, egy hőszivattyús rendszer esetében sok ötlettel jönnek felénk, hogy tudjuk-e azt, ha mondjuk -3-5 foknál ő már nem szeretné a hőszivattyút használni, akkor tudjuk-e automatikusan váltani, léptetni át mondjuk a gázkazára, vagy egy pelletkazára, vagy egy vegyes tüzelésű kazára, és ezeket is meg tudjuk oldani, tehát külső hőmérséklet alapján a váltást is többek között. Tehát egy nagyon jól működő, kiegyensúlyozott rendszert lehet tulajdonképpen kialakítani. Köszönöm. Akár több 3-4 hőtermelővel is. Virtuálisan akkor te kerekasztalba bevonnám a helyi nézőket, hallgatókat. Ki ezeknek esetleg konkrét kérdése van a kerekasztal szemben lévő tagjaihoz? Parancsolj, nájföl kérlek, és akkor úgy kicsit hangosabban. Köszönöm szépen, úgy itt a Villapaks 2-től. Azt szeretném kérdezni, hogy készülék van az országban, ellátási láncok tekintetében mi a helyzet, mások pedig a megnevekedett fűtési, akár pelletakazár, akár klíma, akár milyen berendezések, beépítéséhez munkaerő rendelkezésre áll-e az országban? Elmondom ezt a mikrofonban is a kérdés, hogy mindenki egyértelműen hallja. A kérdés két rész volt, de hasonló. Van-e kivitelezői kapacitás ezeknek a rendszernek a beszerelésére, illetve van-e készletellátás termék oldalról? Talán Szemán Rupertel és Lánc József úr, akik ezen. Jó kérdés volt, hát igen, tehát vannak ellátási gondok. Nagyon, hőszivattyú téren nagyon komoly ellátási gondok vannak. Például nekem tegnap kellett telefonálnom, mert 5 hőszivattyúból 3 érkezik, tehát 2 nincsen, tehát elképesztő a helyzet. Egy csomó helyen kondenzációs kazánokból, egy csomó márkánál is gond van, tehát nem lehet kapni konkrétan. A szakembereknél szintén nagyon le vannak terhelve. Én amit láttam, ami pozitív, hogy a klímaszerelőknél azt látom, hogy ez a nyári szezon kitolódott, tehát ott talán van. Gázkészülék szerelők is azért még szerintem bírják. Ami probléma lehet, hogy milyen minőségű vagy kvalitású munkát végeznek. Kéményes is van, a kéményanyagok vannak, tehát azokban nincs gond. A gázkészülék és a hőszivattyú a legnagyobb probléma. Levegős hőszivattyúk, tehát split klímák, azok vannak. Tehát azok jelen pillanatban készletről kaphatók. Nem tudom, kíváncsi vagyok én is Józsefnek, hogy mi a véleménye itt a hőszivattyúk terén. Köszönöm. Mi csináltunk nem olyan régen egy felmérést, hogy néz ki a szállítási helyzet. Eluralkodott Magyarországon egy úgymond átlag vélemény, hogy nincs. Ezt azért szeretném úgy árnyalni, hogy ebben a műfajban, ami kondenzációs kazán vagy hőszivattyú gyártás, vannak olyan dolgok, amelyek beszállítótól szerezhetők csupán. Kompresszor, vagy egy szivattyúnak az elektronika vezérlése, és a többi. Tehát nem arról van szó, hogy nincs hőszivattyú, hanem a hőszivattyú gyártót tacsra vágta a nem gond, kínai beszállító. Van, aki erre azt mondja, hogy ez azért van, mert a home office miatt mindenki elment laptopgyártóba, ebből fakadóan nem marad az ipari oldalra kellő chip. Ezt én nem tudom megítélni, én azt tudom, hogy mindenki a szakmában, tehát a készülékgyártók már hónapok óta fejlesztenek gyárbővítéssel és egyebekkel, hogy a függőségüket az valamilyen módon csökkentsék. Amely kérdés másik része valóban a szakemberek iszonyú messzi időig le vannak kötve, le vannak terhelve. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben embert szerezni már nagyon nehéz, olyan kiterheltség van. Én abba bízom, hogy ennek a mai témának a fő indítója, tehát a VGF fog tudni a jövőben olyan dolgokat szétkürtölni, amelynek révén az a fiatalság, akitől én várom a nyugdíjam megtermelését, elindul majd a change money-ból a napi munka felé. Akkor, amikor mi évente csinálunk diáknapot, most legutóbb több mint 210 gyerek,
középiskolás tanuló volt nálunk, akkor látszott, hogy van érdeklődés. Úgy érzem, hogy nem mindig fogják a kezüket. Ebben nem azt akarom mondani, hogy rossz az oktatási rendszer az iskolában, mert nem ismerem. Itt ez el bezárva. Azt se tudom, hogy mennyit lehet ebben keresni. Azt tudom, hogy büdös meg koszos, de ennek ellenére, ha ebben a kérdésben nem lesz jelentős változás, akkor a szakik kiöregednek, és akkor baj lesz. Tényleg egy mondat, mi évek óta csinálunk baráti Weisshab Service találkozót, a legutóbbi most e hétvégén volt, szinte én voltam a legfiatalabb. Nem tudom lecsapni, olyan magas labdát dobott fel József ezzel az oktatási rendszerről. Én is voltam ezen a Weisshab Data szervezetén diák napon, és közéről kell engem az egyik tanár keresett meg, hogy szeretne velem beszélni, mint a Magyar Nap, a Napkötött Szövetség alelnöke voltam ott. És azt mondta, hogy ő vineszelést oktat középiskolában, és van egy témája, napelem. De oktatási anyaga nincsen. Tehát, hogy neki úgy kell napelemekről oktatást adnia a kijövő vineszelnek, hogy ő így az interneten keresgél anyagokat, illetve valamire dereng neki, hogy ő tanult, amikor ő tanították 20 évvel ezelőtt, hogy van olyan, hogy napelem, de hogy ő nincs képben. Tehát most képzeljék el, ezen dolgozunk, hogy tananyagot segítsünk neki összeállítani. Nyilván van információnk aktuális dologból. Tehát én kifejezetten, ha már azt kérdezte, hogy van-e szerelő, az a kérdés, hogy most van-e, de hogy vajon egy év múlva lesz-e. Az utánpótlás és az oktatás nevelés nagyon fontos, és ahol óriási szakadékot látok, a meglévő oktatási anyagok, a pedagógusok szakmai továbbképzésre felkészültsége és a gyakorlati piacon lévő tudás és információ között. Ezért én azt hiszem, hogy a pályáról, ha az iskolában elérjük azt, hogy ne akarjon már a első napon pálya elhagyó lenni, akkor utána az első év, egy-két év, hogy tényleg a piacon tanulja meg, és a gyártók legyenek türelmesek, és adják át azt a tudást, amit náluk van, mert az oktatási rendszertől konkrétan ezt nem hiszem, hogy jelen pillanatában ezt el tudjuk várni. Van-e még esetleg kérdés itt a kerekasztalhoz? Ha nincsen ilyen bátor jelentkező, aki hangosan, akkor én engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy ezt a kerekasztal beszélgetésben itt voltak velem.